Zászlókkal a kezükben vonultak a viseletbe öltözött táncosok május 1-én Sárospataki utcáján. A majális alkalmával így igyekeztek a város lakosságát és az itt tartózkodó vendégeket invitálni a vízikapuhoz, ahol egésznapos szórakoztató programmal várták a kikapcsolódni vágyókat. Az esemény tele volt nosztalgiával, jegyezte meg a térség újraválasztott országgyűlési képviselője köszöntő gondolataiban. És nem tudom, tudják-e azt, hogy lassan 30 éve nem volt ilyen felvonulás május 1-én Sárospatakon. Egy kicsit mi idősebbeknek visszahozza a fiatalságunkat. Visszahozza azt természetesen egy más világban, amikor felvonultunk. Ma már nagyobb változott a világ, ugyanakkor az érzés az ugyanúgy megmaradt. 100 évvel ezelőtt is a majális az majális volt, és ma hál' Istennek a Sami tanárainak és Muha elnök úrnak újjá szervezték ezt a régi érzést, régi együttlétet, az, hogy Patak polgárait megmozgatja. A hosszú hétvége záró napja volt a majális, ennek ellenére teljes erőbedobással léptek színpadra a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai és vendégei. A régi idők jegyében szórakoztatták a mintegy 1000 fős közönséget. A város lakosságának prezentáljunk olyan elfogadható, szórakoztató műsort délután 4-5-ig, ameddig igény van rá, és mi úgy állítottuk össze a műsorainkat, hogy azok a műsorok, amelyek a 20 éves évfordulóban másfél órában nem fértek bele, azokat is elhozzuk ide. A vendégeink is nem egy számot táncolnak, hanem 15-20 percet vagy 30 percet, és ezért kitoltuk úgy a műsoridőt, hogy mindenki, aki akár délután jött el, vagy délelőtt jött el, a színpadon mindig újabb és újabb produkciót lát majd. Vendégtáncosok érkeztek Erdélyből, Körösbőről, Lengyelországból, Kolacsicséből, Ukrajnából és Szlovákiából is. Egészen délután 4 óráig folyamatos táncprodukciókat láthatott a közönség, és természetesen a majális nem múlhatott el, körhinta és kisvonatozás nélkül sem.